szélráncosra gyűri a tenger s az arcokat. A napfény megéget a vágya, kiéket és porrá, ahol a romantika. Megéget a vágyam, kiégnek és porrá, hanva a romantika. Szép jó napot kívánok valamennyi jelenlévő időt álló csolospálosi polgárnak. Engedjék meg, hogy Csolospáros község önkormányzatának, azon belül a képviselőtestület nevében nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket a 14. alkalommal megszervezett, megrendezett idősek napján. Hát sajnos többen nincsenek itt velünk, akik még tavaly itt voltak. Azzal tudom Önöket vigasztalni, hogy vannak közöttünk olyanok, akik most lettek 70 évesek, és immár, hát idézőjelbe téve, jogot szereztek arra, hogy ezen a rendezvényen részt vegyenek. Őket külön is köszöntöm. Egy kis kulturális műsorban is lesz majd részünk. Temesvári Jánosnak köszönhetően immár 4. alkalommal szerepel Csolospároson László Attila, az erdélyi származású, kiváló énekes. Érezzék jó magukat ma délután! Tisztelt szépkorú csolyospálosiak! Ma egy különleges nap van, amelyet mindannyian a tudásuk, tapasztalataik és a világ iránti szeretetük ünneplésére szentelünk. Már jó pár éve, hogy itt állhatok és köszönhetem Önöket, és amikor a beszédemet készítem, mindig ugyanazok a gondolatok jutnak eszembe évről évre. Hiszen ahogy az évek telnek, úgy a karakterük, bölcsességeik és a kedvességük mindenkit lenyűgöz. Mi, akik ismerjük Önöket és akiket megérintett az életük szépsége, szeretnénk kifejezni hálánkat és tiszteletünket. Az élet korántsem mindig egyszerű, és az Önök által megélt kihívások is formálták a személyiségüket azzá, a csodálatos közösséggé, akiket ma ünneplünk. Tele tanulságokkal, élményekkel és szeretetteljes pillanatokkal. Köszönjük, hogy megosztják velünk ezeket a pillanatokat, és hogy tanúi lehetünk a számunkra oly fontos élményeknek. Szívesen emlékezünk azokra a történetekre, amelyeket meséltek nekünk, kedves családi történetek, életbölcsességek és kalandok élményei, amelyeket nem csak szórakoztatóak, hanem tanulságosak is az utókor számára. Minden egyes szavuk kincs, amelyet szívesen hallgatunk, és amelyet a jövő nemzedékének is szeretnénk átadni. A türelmük és szeretetük, amelyet a családtagjaik és barátaik iránt tanúsítanak, példaértékű. A mai generáció sokat tanulhatna az Önök által átadott értékekből. Mindannyian valami különlegeset kaptunk. A meleg öleléseket, az önzetlen támogatást és a végtelen szeretetet, amellyel az életünket még szebbé teszik. Kedvességük világít a sötét napokon is, és emlékeztet minket arra, hogy a szeretet minden nehézséggel átsegít. Ahogy ünnepeljük ezt a szép alkalmat, szeretnénk kifejezni kívánságainkat is. Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő éveik tele legyenek boldogsággal, egészséggel és szép pillanatokkal, amelyeket a családjaik, barátaik körében élhessenek meg. Természetesen vannak, akik úgy érzik, egyedül vannak, mert elvesztették életük párját, társát, hozzátartozóját vagy barátját. De tudni kell, hogy amíg valaki hiányzik az életünkből, az erő, a bátorság, a hit mégis belőlünk fakad,
és ez ad erőt a tovább lépéshez. Minden egyes nap lehetőséget kínál arra, hogy felfedezzük a boldogság új forrásait. A jövő számít, és az az út, amin járunk, tele van szép pillanatokkal, erővel és kitartással. Ne feledjék, hogy önök a saját életük hőse, és minden lépés, amit megtesznek, közelebb visz ahhoz a boldogsághoz, amit megérdemelnek. Köszönöm. A rossz asszony elleni orvosság hol volt, hol nem volt, vagy talán igaz is volt. Volt egy szegény ember, gyűjtegette össze a pénzét, hogy vehetne magának egy bornyocskát. Hát igaz, tehen küldött volna neki, de annyi pénze nem volt. No, tényleg, összerakosgatott egy kis pénzecskét, és elindult a vásárra, gyarmatra. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ezt én meg szeretem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tungos szívében, szöges rót, csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, s migölandol egy almafán. Az Isten kertjében, alma bordin halál. Vágtatnék tovább veled az életet. Szent János Boga, félig.